Farsangoltak a piaristák is szombaton. A jótékonysági bált a szülői munkaközösség szervezte, és mintegy 170 részvevő mulatott hajnalig. Az ESB-ből befolyt összeggel az intézmény felújítását támogatják. A koronavírus előtt tudtak utoljára bálozni a piarista iskolában, ezért is volt nagy érdeklődés a farsangi alapítványi esemény iránt. A befolyt összegből felújítást terveznek az iskolában. A piarista bál mindig a szülői munkaközösségnek a kezdeményezésére valósul meg, és ez idei évben is így volt. Sajnos utoljára 2020-ban a pandémia előtt tudtuk ezt megtartani, ezt a bált, és most újult erővel álltak neki a szülők ennek a szervezésének. A bálnak a bevételéből szeretnénk a menzai székeinket felújítani, mert igencsak megkoptak már az idők folyamán. A szülői munkaközösség tagjai már az iskola kezdéskor elkezdték a bál szervezését. Közel 170 fő vesz részt a bálunkon. A szervezését már az ősszel elkezdte a szülői munkaközösség. Több alkalommal is összegyűltünk, elosztottuk a feladatokat. Aztán, ahogy közeledett az időpont, egyre nagyobb izgalommal vártuk ezt a napot. Hála Isten, ahogy itt körbe tekintünk, úgy nézünk, hogy amire kellett, minden megvan, és bízunk benne, hogy a hangulat is tökéletes lesz. Hajnalig tartott a bál, ahol a tánc, a vidámság és a sok értékes tombola fokozta a hangulatot.